Jó estét kívánok! Terjeszvárosi önkormányzati rovatunkat látják, tisztelettel köszöntöm Önöket. A mai alkalommal három nagyszerű úriember a vendégem, három rendőrkapitány. A mi 6. kerületi rendőrkapitányunk lesz a vendéglátónk tulajdonképpen, és a segítőtársam is ebben a beszélgetésben. Hát elsőként Kecskés Tamás, a 6. kerület rendőrkapitánya. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Majd Berár Iván úr, az 5. kerület rendőrkapitánya, tisztelettel köszöntöm, és dr. Kis Szabolcs úr, a 7. kerület rendőrkapitánya. Jó estét kívánok! Üdvözlöm a nézőket! Mindhármuknak köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és befáradtak a stúdióba. Egy nagyszerű ötlet, amivel kezdünk. Önök hárman elhatározták, hogy szorosabbra fogják majd az együttműködést, és megkeresnek olyan lehetőségeket az együttműködésbe, ami eddig talán nem volt, vagy nem volt jellemző. Ezt próbáljuk most boncolgatni a műsorunk elején. Tehát milyen olyan lehetőségek vannak, illetve az ötlet honnan táplálkozik, és mint házigazda, akkor Kecskés úr, öné a szó. Igen, köszönöm szépen, és üdvözlöm én is a kedves nézőket. Alapvetően abból indultunk ki, hogy nem csak önmagunktól fakadó elvárás volt, hanem már korábbi felsővezetői elvárás is volt, hogy egy rendőrkapitányság ne úgy gondolkodjon, hogy csak saját maga területében, hanem tekintsen ki a területén kívül, és a területhatárokon túl a szomszédos kerületekkel is egy együttműködést alakítson ki. Ez lefordítva azt jelenti, hogy gyakorlatilag ne álljunk meg a kerülethatárnál, akár bűnüldözési szempontok, akár egyéb szempontokat figyelembe véve, hanem igenis szűnjön meg két kerület közötti közigazgatási határ, és szorosan együttműködve dolgozzanak a rendőrkapitányságok. Ennek itt a 5., 6., 7. kerületi vonatkozásában ugye szerencsénk volt. Egyrészt személyes ismeretség, ugye a 7. kerületi kapitánnyal korábbi munkahelyen az első kerületben együtt dolgoztunk, részint pedig ugye Berár Iván már régebbről ismertük, adva volt egy nagyszerű együttműködésnek a lehetősége. Plusz ugye a Budapest belváros területén húzódik a Pesti Broadway elnevezésű szórakozónegyed, amely kiváló alapot teremtett arra, hogy mi itt gyakorlatilag ezt az együttműködést kiszélesítsük, vagy egyrészt egyáltalán létrehozzuk. Na, ennek a részleteiről fogunk beszélgetni. Tehát az ötlet maga az közös gyermek, kapitány úr? Tehát egyszerűen képzeljük el, hogy mindenki látja a saját portáját, aztán majd összeülnek hárman, három kapitány, három okos ember, és azt mondják, hogy a mindenség itt neki, nagyon jó lenne egy ilyen együttműködés, mert hatékonyabban tudnánk dolgozni. Világos, én is köszöntöm a nézőket. Alapvetően nem egy egyenlőtvözítő ötletről van szó, ennek egy kicsit korábbra vissza kell tekinteni, mondjuk, hogyha az alapjait meg akarjuk vizsgálni. Volt korábban elképzelés arra vonatkozóan ugye a budapesti rendőrfőkapitányság, hogy hogyan lehetne egy ilyen régiós modellt létrehozni. Nyilván az alapvetően nem rendészeti típusú összefogásba manifestálódott, hanem bűnügyibe, ami a hozzáfűzött várományokat, azokat nem tudta realizálni, de alapvetően mondjuk ennek a tovább gondolása az most volt tetten érhető ebben a formációban, amire úgy néz ki, hogy egyébként konkrét szükség is mutatkozott. Tehát annak tekintetében, hogy nincs egyfajta izoláció és elszigeteltsége a kerületi kapitányságoknak, egyrészt maguknak a belvárosi kerületeknek a társadalmi, gazdasági, szociális beágyazottsága okán volt jelentősége, másrészt pedig egy olyan innovatív természetű újraélesztés ennek a gondolatnak, ami alapvetően azt gondolom, hogy mind a három munkaszervezési szempontjából egy hozzáadott értéket jelent egyébként az élőerő munkavégzésének optimalizációjához. Ez csak a szervezési kérdésekre vonatkozik. Alapvetően, mint azt a 6. kerületi kapitány úr is elmondta, megjelent az az igény, ami egy ilyen fokozott értelemben vett nagyobb számban lévő élőerő jelenlétét kívánt ezekbe a kerületekbe, javarészt azért, mert a szórakozó negyednek a közönségcsalogató jellege az mégiscsak itt koncentrálódik, ami egyébként meghatározott időintervallumban, amit lehet napszakra bontani, vagy heti tematikában értelmezni, egy fokozott értelemben vett nyílt rendőri jelenlétet kíván. Ennek van sokfajta szakmai oka, de elsősorban nyilván az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növelése a legfontosabb ebből a szempontból.
Emellett, hogy van egy koncentrált, nagyobb létszámú rendőri jelenlét, hozzátartozik az is, hogy a három kerület relációjában van egyfajta homogén intézkedési színvonal, vagy hogy úgy fejezzem ki magam, egyfajta nem is intézkedési színvonal lesz, hanem egy intézkedési készség, ami alapvetően azt gondolom, hogy differenciált, ebből a szempontból a fokozatosság és a célhoz kötöttség elvének megfelelő, ami leginkább szolgálja azt a fajta együttműködő, támogató rendőrségi érzetet, amire egyébként mi magunk is törekezni igyekszünk. Nézzük a hetedik kerület véleményét. Nálunk azért még mindig van némi testvériség, ha fogalmazhatok így. Főleg azok a lakosok tudják ezt pontosan, akik hosszú ideje a kerületben élnek, hiszen 2005-ig a 6.-7. kapitányság, a kerület egy kapitánysággal bírt, azt hiszem Nagy Juhák úrnak hívták akkor a kapitány urat. Egyébként tisztelettel köszöntöm, ha nézi a műsorunkat. Tehát van egy ilyen fajta kötődés. Ez érezhető még mindig? Így van, tehát 2005-ig gyakorlatilag a 6.-7. kerületi rendőrkapitányság az a főváros legnagyobb állományú és gyakorlatilag legnagyobb leterheltséggel dolgozó rendőrkapitánysága volt. Ugye azóta gyakorlatilag szétvált az állomány, de azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig ugye összetartás van. Nyilván azok között, akik régen együtt dolgoztak. Én azt gondolom, hogy ez az új projekt, amiben mi itt gondolkodunk, ez már túlmutat egy ilyen próbálkozáson, vagy kezdeti szánypróbálgatáson, vagy kísérleti fázison, tekintettel arra, hogy a Kecskés úr jelezte, hogy mi mindannyian korábban dolgoztunk már együtt. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan szakmai együttműködés a miénk. Olyan szakmai standardokat, szakmai protokollokat kell, hogy tartalmazzon, egységes eljárásrendeket a belváros tekintetére, hiszen a rendőri munkát nagyon, nagyon kötött eljárási szabályok és nagyon komoly belső utasítások, intézkedések szabályozzák, amik sok esetben mondhatjuk azt is, hogy megkötik a kezünket. Ezért nekünk keresni kell azokat az új utakat, amivel gyakorlatilag gondolkodnunk kell azoknak a fejével is, akik a jogsértéseket elkövetik. Ők pedig nem fognak megállni kerület határoknál, hanem gyakorlatilag ebben a szűkebb belvárosi régióban itt gyakorlatilag 7 négyzetkilométerről beszélünk, tehát hogyha a három kerületet összeadjuk. Azért ezen a 7 négyzetkilométeren csütörtöktől vasárnapig több millió ember fordul meg. Gyakorlatilag gyalog átjárható ez a három kerület. Mi nem tehetjük meg azt, hogy nem osszuk meg egymással a legújabb információinkat, az elkövetési formákat, hiszen gyakorlatilag ugyanazok a személyek követik el nálunk a jogsértéseket. Egyik nap az egyik kerületben, másik nap a másik kerületben. Tehát azon túl, hogy van nagy létszámú rendőri fellépés, amit közösen hajtunk végre, azon túl lesz még egy naprakész információ megosztás is kell, hogy jellemezze ezt az együttműködést. Tehát csak egy mondat erejéig egyébként, milyen igaz, amit kapitány úr említett, mert hogy vannak specifikus pontjai a kerületnek, például az önökének, ha ilyen kisebb bűncselekményekre gondolunk, a keleti pályaudvar, illetve annak az átmenő forgalma. Nálunk a nyugati pályaudvar, önöknél pedig a turista forgalom. Tehát ezek olyan szegmensek, amikre igenis oda kell figyelni, aztán majd erről is fogunk beszélni reményeim szerint. Ugye nem tegnap vagy tegnap előtt született meg ez az ötlet, a közös együttműködés ötlete, hogyha most ezt egy útnak tekintjük, kapitányon, akkor durván hol járunk? Gondolom már nem annyira az elején. Igen, abszolút nem a legelején. Gyakorlatilag, amikor Berár úr, ami egy időben, ugye novemberben hivatalba léptünk, akkor a kis úrral közösen hárman leültünk, és igazából már akkor az ötlet alapja az valóban a Pesti Broadway-jal kapcsolatos ugye, közrend, közbiztonságot érintő problémának a rendőri reagálása volt. Alapvetően megnéztük, hogy melyik kerület mit tud hozzátenni ehhez ennek a problémának a kezeléséhez. És így alakult ki tulajdonképpen az a hagyomány, most már azt mondom, hogy hagyomány, hiszen két alkalommal már megrendezésre, megtartásra került ez a fokozott ellenőrzés, ami ugye három kerületen átívelő ellenőrzés volt.
És nyilvánvaló, hogy ebben nem fogunk megállni. És mondom, hogy ugye nem az elején vagyunk ennek a kérdéskörnek, hiszen ezt azért már tovább gondoltuk, mert igazából mi egy olyan koncepciót szeretnénk papírra vetni, és ezt megvalósítani a gyakorlatba is, ami gyakorlatilag nem kapitányságokhoz köti már ezt a Pesti Broadway-ra vonatkozó rendőri egységnek a felállítását, hanem ez egy egységes, önálló szervezeti elemet képezne a BRFK vonatkozásában. Nyilvánvaló, hogy minden ebben résztvevő kapitányság a megfelelő, akár humán, akár eszközt hozzá fogja rendelni. Illetve nyilván ezt a közös feladat végrehajtást, ezt nem csak a Pesti Broadway vonatkozásában tudjuk végrehajtani, hanem például nagyon jó szinten ennek az együttműködésnek a 4-es-6-os vonalán, ugye a villamoson elkövetett különböző jogsértéseknek a megelőzése, vagy az esetleges elkövetőknek az elfogása. Itt azért ugye csak érintőleg jelezném, hogy nagyon sok ezen a vonalon a kifosztás jellegű bűncselekmény, amikor ugye a hétvégén, és ugye jellemzően ez is köthető a Pesti Broadwayhoz, a csütörtöktől vasárnapig az éjszakai szórakozást követően már megfáradtan hazafelé tartó állampolgároknak ugye ezt a fáradtságát, igen, fáradtságát kihasználva, így van, különböző jogsértéseket követnek el sérelmükre, és én azt gondolom, hogy mivel ugye a villamos sem áll meg a Király utca és a Nyugati tér közötti területen, hanem tovább közlekedik. Így nekünk is azt gondolom, hogy megint csak nem a területhatárt kell nézni, hanem egy egységesen területen átívelő, reagáló rendőrségre kell fókuszálnunk. Én ezt többször több fórumon elmondtam, hogy a rendőrség az egy szolgáltató iparágnak egy része, és a rendőrségnek a közrendet, közbiztonságot azt szolgáltatnia kell. És én azt gondolom, mint minden más szolgáltató iparágban lévő szereplőnek, a rendőrségnek is egy jó színvonal kell ezt a szolgáltató tevékenységet végrehajtania. Ugye aztán mik a jellemző bűncselekmények vagy elkövetések, arról is fogunk beszélni, hiszen nemrégiben tartottak egy fokozott ellenőrzést 3 kerület összefogásával. Egy nagyon fontos dolog, azt mondja a magyar közmondás, hogy evés közben jön meg az étvágy. Ha ezt most lefordítjuk arra, hogy elindul egy ilyen folyamat, egy ilyen együttműködés, és az szépen megy a maga útján, gondolom közben jönnek újabb és újabb ötletek, és ezzel lehet talán bővíteni vagy szélesíteni ezt a fajta együttműködést. Így van, talán annyiban már vagyunk rutinosak mind a hárman, hiszen mindhárman vezetők voltunk. Én régebb óta vezettem ugye már az első kerületi kapitányságot, mielőtt ide kerültem, de azért mi olyan dolgokban már nem megyünk bele, ami kezdeti gyerekbetegségeknek neveznek egyébként a köznyelvbe. Tehát azért az a szakmai rutin, én azt gondolom, hogy mindhármunkban megvan, hogy tudtuk, hogy kell nekiállni egy ilyen ellenőrzésnek, pontosan tudtuk, hogy mit várunk ettől az egésztől, és nagyon kevés olyan dolog van, úgy érzem, amit nekünk korrigálnunk kell majd a jövőre nézve. Egy érdekes dolgot hadd mondjak el, hogy az első ellenőrzést követően ugye közzétettük az eredményeket. A jogszabályi kötelezés okán nekünk, amikor fokozott ellenőrzés rendel el Budapest rendőrfőkapitány, az közzé kell tenni ugye a médiában, illetve az interneten. Ez megtörtént ugye aznap délután, és mi erre reflektálva másnap közzétettük az eredményeket, hogy mit értünk el. És az egyik hírportál szalagcímben lehozta, hogy nem érte el a várt eredményeket a fokozott ellenőrzés. Én nem értettem, hogy ezt miből gondolják. Eldöntötte ott az újságíró kollega, hogy mi a várt eredmény, vagy hogy történt ez? Én azt gondolom, hogy ők pusztán a számokat nézték. Nekünk viszont rendőrszakmai szempontból azt kell, hogy mondjuk, hogy mi inkább nézzük meg, hogy egyébként egy átlagos hétvégén ebben a 3 kerületben mi történik, és mi az, ami most nem történt. Tehát ugye azért érennek 2 oldala van. Így van. Nyilván mi közzétettük az ellenőrzésnek az idejét. Aki a zavarosban kívánt halászni ebben az időben, és éppen olvasgatta az internetet, az nem tette. Nem ebben a kerületben tette. Tehát a kézzelfogható hozadéka azon túl, hogy körözött szemét fogunk, ittas járművezetőt fogunk, csoportos rablót fogtunk egyébként az első ellenőrzésbe, ennek a kézzelfogható másik hozadéka az az, hogy
nem volt gyakorlatilag lakásbetörés a kerületekbe, nem volt gépkocsi feltörés. Ez az, ami nagyon fontos. Meg talán az, hogy szembesüljenek az emberek azzal, hogy ellenőrizhetik őket, hiszen itt nem a békés, jó szándékú emberek zaklatása a fontos, hanem pontosan, amit kapitány úr említett, hogy megfogni egy-két olyan akár körözött bűnözőt is. Lehet, hogy neki nem volt tévéje, vagy nem használja az internetet, azért maradt ebben az időben, ebben a kerületben. Rá fogunk térni azonnal az ellenőrzés céljára, meg eredményeire is, azonban beszélgetésünk elején egy nagyon fontos dolgot említett meg kapitány úr, mégpedig a minőség és a munkaerő kihasználása. Ez nagyon faramúci a mondat, mert a munkaerőt nem használjuk ki, és önök sem használják ki. A munkaidejüket vagy a munkahatékonyságukat lehet optimalizálni, talán így pontosabb a megfogalmazás. Erről egy picit beszéljünk, mert nagyon fontos, hogy egy-egy vezető ezt milyen optikával látja. Jó, elnézést, nem a szó etimológiai értelmében vett boncolgatás lenne ennek a célja. Alapvetően a munkaerőből fakadó lehetőségek optimalizált kihasználását azt értettem. Nyilvánvaló, hogy nagyobb erő, demonstratív, koncentrált jelenlétét lehet elérni egy nagyobb számú rendőri állománnyal, amit tud biztosítani a belvárosban a három kerület személyi állománya. Én ezt értettem ezen természetesen. Ez egy koncentrált, demonstratív jelenlét, amiből egyetlen egy kulcs szegmens valamit engedjen meg, hogy kiemeljek, ez pedig a proaktivitás. És itt van a fontos kérdés abban, hogy alapvetően mit tudunk ezáltal megelőzni, amit már utólag kezelni, alapvetően kerületi szinten lebontva, illetékességi területek relációjában nagyon-nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hozadéka ennek a vált-vetve történő küzdelemnek, vagy jelenlétnek, vagy együttműködésnek, vagy szövetségnek, ahogy tetszik, hogy alapvetően mit tudunk azáltal, ezáltal a rendőri demonstráció által megelőzni egy proaktív, tevőleges jelenléttel, amit egyébként ennek oka hiányán nem tudnánk produkálni ezekbe a kerületekbe, és nem tudnánk ezáltal a lakosságot biztosítani, hogy mégiscsak rend van, ami a legfontosabb alapvetően a közterületen és a közterületen kívül is az otthonokban. Azt gondolom, hogy ide kapcsolódik a minőség is, amire azt értettem, hogy alapvetően van egy intézkedési kultúrája ennek a dolognak. Az intézkedési kultúra alapvetően azon kívül, hogy szakszerűséget és jogszerűséget von maga után, azt gondolom azt is jelenti, hogy ezekben a kerületekben az egyedi utasítás alapján elrendelt fokozott ellenőrzések során nem mennek el a rendőrök semmiféleképpen a jogsértések mellett, amik irritálhatják egyébként a jogkövető magatartást, vagy irritálhatják azokat az embereket, akik egyébként a jogkövető magatartás szerint élik az életüket. Ez is egy nagyon fontos dolog, ami hozzá tartozik, és ez a két dolog alapvetően szervesen összefügg egymással. Tehát ez jelenti a minőség és a mennyiség találkozása a közös együttműködés vonatkozásában, ami egyelőre rendészeti tematikájú, későbbiekben más szolgálati ágok relációjában is talán lehet együttműködésnek lehetősége, de ez a jövő zenéje. Ezt még tovább kell gondolni. Végülis, igen, ez a nagyon fontos dolgok, hogy el tudják fogadni az emberek, és ebben önöknek mindhármuknak és az összes többi vezetőnek hatalmas felelőssége van, és a RFK-nak is, hogy valahogy eljusson az emberekhez, akik normálisan élik az életüket, és nem bűnöznek, hanem jogkövetők, hogy ha van egy ilyen intézkedés vagy ellenőrzés, akkor az nem ellenük, hanem értük van. Pontosan az ő érdekeket szolgálja. Még akkor is most hétvégén is volt egy, hát egészen pontosan jól tudom, hiszen az egyik, nem mondhatom ki melyik kereskedelmi rádióban, körülbelül 6-szor vagy 7-szer hallottam a felhívást, hogy igenis talán még meg is motozhatnak. Átnézhetik a csomagtartót, az iratokat, a kesztyűtartót és a többi. Nyilván ennek is volt célja, tehát ezt csak a kommunikációs vonalra említettem meg, mert ez nem az önök akciója. Viszont az önöké volt, ami 24-én és 25-én volt, illetve egészen pontosan itt egy puskám, 24-én 21 órától az este 9-től tartott, 25-én hajnal 4 óráig ezek szerint. És akkor itt fontos megemlíteni, hogy a BRFK-n kívül ennek a megszervezésében segített a budapesti agglomerációs polgárőr szervezetek szövetsége. Őket nem nagyon ismerjük, mit tudhatunk róluk, és aztán belemegyünk a részletekbe. Igen, ezt én amúgy is szerettem volna kiemelni, hogy ezzel az akciósorozatunkkal sikerült azért megszólítani ugye a civileknek, az állampolgároknak az önkéntes szerveződését, jelesül ugye a polgárőrséget. Az előbb említett Budapesti Egyesület ugye önmagában a budapesti polgárőr szervezeteket tömöríti egybe, és mi minden
alkalomkor, amikor ilyen ellenőrzéseket hajtunk végre, akkor megkeressük az elnökséget, és felkérjük őket, hogy vegyenek részt ebbe az akciósorozatba. Körülbelül minden egyes alkalommal eddig 50-60 polgárőrt tudtunk megmozgatni. Ez azért is jó, mert egyrészt növeli az ellenőrzésbe bevont erőknek a létszámát. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy mi abszolút partnerként tekintjük a polgárőröket. Arra a területekre, ahova a polgárőröket tudunk mozgatni, oda kevesebb rendőrt kell raknunk, ugyanis abszolút komolyan gondoljuk, hogy egyenlő partnerként tekintünk a polgárőrségre, és azért van a polgárőrség, hogy a rendőrség munkáját segítse, ezáltal ugye az állampolgároknak a biztonságérzetét növelje. Gyakorlatilag azokra a területekre, ahova ők kerülnek, ahol megjelennek, oda mi rendőr csak minimális esetben biztosítunk, gyakorlatilag ezáltal jóval nagyobb területet tudunk lefedni. Ennek volt az köszönhető, hogy ugye nem csak a műsor elején említett Pesti Broadway területére tudtunk koncentráltan erőket mozgatni, hanem ugyanúgy, ahogy ön is említette, a nyugati pályaudvar területére, a keleti pályaudvar 7. kerületi részére, vagy akár a Pesti Korzóra az 5. kerület vonatkozásában, ahol mind-mind itt kifejezetten célirányosan a saját helyi problémákat tudtuk kezelni az odavezényelt erőkkel, és legyen az polgárőr, vagy akár rendőr. Tehát ugye volt egyrészt egy olyan cél ennek az akciónak, hogy a közös érintettségű területeket ellenőrizzük egy nagyobb létszámmal, másrészt pedig azon helyi sajátosságokat, problémákat, amelyhez egyebekben normál munkavégzés során nem elegendő az a rendőri létszám, amely hatásosan tudja kezelni az ott felmerülő problémákat. Ez érdekes, hogy egybeér a három kerület, és mégis mind a három kerületnek vannak sajátosságai, ahogy ön fogalmazott. Az 5. kerületi elárulható? Tehát ott mire kell figyelni? Még nem volt szerencsém önnel beszélgetni kapitány úrral többször, tehát meg régebb az elődjével, annak az elődjével is. Tehát én a 6. keletet jól ismerem, és talán még a 7. is, mert abban élek. Az 5. kevésbé. Világos. Mint minden kerületben is, és a belvárosi régióban is vannak olyan jellegű minimális különbségek, amik egyébként mondjuk az intézményesített formarendszer vonatkozásában számottevőek. Rendkívül sok főhatóság van, ezt ugye tudjuk, rendkívül sok a közintézmény, a bankok nyilvánvalók. Ezek alapvetően én azt mondanám inkább, hogy hivatali negyeddé teszik, de nem közömbös az sem, hogy mégiscsak van egy úgynevezett élő kultúrája is, nyilvánvalóan az 5. kerületnek, ami a lakosság szempontjából és összetétele szempontjából jelent sajátosságokat. Ez egyrészt megjelentkezik egyébként a devianciák kapcsán, vagy a jogsértések kapcsán, vagy a szubkultúrák kapcsán, amit a rendőrségnek valamilyen szinten kezelnie kell. Nem feltétlenül azért, mert ezekre a társadalmi jelentésekre egyedülözítő megoldó kulcs, de alapvetően a szerepvállalás, a rendtartás kapcsán erre is kötelez minket, de inkább a lehetőséget látjuk benne, szintén a proaktivitás szem előtt tartva, hogy azok az emberek, akik ott élnek, azok a hivatali milliók, akik ott működnek, azok ezt zavartalanul tudják megtenni. Ebben elkötelezett az 5. kerület, úgy, mint ennek az együttműködésnek kapcsán mindhárom kerület. Akkor nézzük a 7. kerületet, mert hogy itt van egy ilyen többek között egyébként a parlament is, meg egy, ahogy ezt megtetszett fogalmazni, nálunk van egy diplomata negyed. Mi a 7. kerületben, ami kiemelhető kapitány úr véleménye szerint? Mert nem csak romkocsmák vannak a 7. kerületben, azért ezt lássuk be. Én a jogsértéseket, a 7. kerületre jellemző főbb jogsértéseket, bűncselekményeket két csoportba osztanám. Ugye az első, az mégiscsak a romkocsmákkal kapcsolatos, hiszen közel 400, tehát még egyszer mondom, 400 szórakozóhely található ezen a 2 négyzetkilométeres területen. Itt gyakorlatilag ugye ezek 2009 óta ugye a kereskedelmi törvény akkori változásától kezdődően gyakorlatilag gombamód szaporodtak, és a lakosok egy része nem is érti egyébként, hogy erre hogyan kerülhetett sor. Nyilván jogszabályi tiltás nem volt, és aki megfelelt a bejelentési kötelezettségében előírt kritériumoknak, az gyakorlatilag megnyitott egy ilyen szórakozó helyet. Tehát azért ezek főleg a turisztikai idényben, mondjuk úgy április végétől egészen október közepéig, attól függ milyen az időjárás, azért elég sok munkát adnak nekünk, és azért csendháborítás szempontjából
hát egy olyan napi 10-15 bejelentést biztos, hogy kapunk. Bocsássam, meg miért tovább menne, de azt gondolom tetszik tudni, hogy nincs olyan minőségi turisztikai portál, vagy esetleg lap, vagy magazin nyugaton, Angliától, mit tudom én, Portugáliáig, ami ne emelné ki Budapesten ezt a kerületet, mint turisztikai érdekességet. Nincs még egy ilyen Európában, mint hetedik kerületben ez a romkocsma negyed, ha fogalmazhatok így. Így van, vitathatatlan feelingje van nekünk, illetve nekem, mint hetedik kerületi kapitánynak egyetlen egy dolgom van, az, hogy élhető kerületet tartsak fönn, biztosítva nyilván annak is a jogát, annak is a kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz fűződő jogát, aki ezért jött ide a világ bármely pontjáról, mert kíváncsi erre a milliőre. Tehát én nekem gyakorlatilag ezt a milliót össze kell hoznom a kerületi polgároknak a mindennapjaival. Ugye a másik jellemző, de most azt kell, hogy mondjam, hogy a fővárosra azért egészében jellemző jogsértés bűncselekmény azért az a lakásbetöréseknek a ugye belvároshoz mértem viszonylag magas száma, hiszen itt három nagyon sűrűn lakott kerületről beszélünk, amit átsző a tömegközlekedés minden formája, tehát gyakorlatilag egy-egy betörést követő 5 perc elteltével az elkövető, az már gyakorlatilag szinte bárhol lehet a kerületben, úgyhogy ezt mindenképpen általam kiemelten kezelendő problémának ítélem meg a lakásbetörések elkövetőinek a mielőbbi kézrekerítését, bár megjegyzem, hogy ezeknek a bűncselekményeknek is azért én azt gondolom, hogy a 60%-a megelőzhető lenne, hogyha egy kicsit a későbbi sértettek jobban odafigyelnének azért az értékeikre. Így van, úgyhogy ebben is nekem komoly feladatom van, hogy a megelőzés lehetőségeit. Tehát sokkal könnyebb megelőzni, mint kinyomozni, és olcsóbb is. Úgyhogy én ezt a két dolgot tudnám első körben jellemzőnek. Talán legközelebb lesz alkalmunk beszélni a valóban rendkívül fontos prevencióról. Most azonban akkor térjünk rá erre a fokozott ellenőrzésre. Én számadatokat túlságosan meg statisztikát nem szeretnék kérni. Nekem van itt egy kis puskám, hogy körülbelül hány szemét fogtak el. Tehát megfogalmazhatjuk úgy, hogy a közrend közbiztonság fenntartása volt az egyik cél. A jogellenes cselekmények elkövetésének megelőzése, megakadályozása a második számú cél, és az elkövetett szabálysértések, bűncselekmények felderítése a harmadik. Akkor nézzük most, hogy ez körülbelül milyen sikerrel járt. Én visszacsatolnék az előbbi kérdésére még, és akkor így válaszolnék is a kérdésre. Hogy alapvetően ugye az egyik oka annak is, hogy ugye mi így hárman összefogtunk, az volt, hogyha megnézzük a modern európai fővárosokban, a belvárosokra az jellemző, hogy nappal irodaházak, irodaként funkcionáló épületek, és éjszaka pedig ugye egy hangos szórakozó negyed ugyanezen a területen. Na most sajnos ez Budapest tekintetében ez úgy realizálódik, hogy hát nappal vannak irodaházak, irodai munkák, és hát éjszaka nem csak szórakozó negyed van, hanem lakók is vannak. Ugye itt egy alapvetően jogos igény fogalmazódott meg az ott lakóktól, hogy valamilyen fajta rendőri jelenlét legyen ezen a területen, és hát nyilván az ott lévő jogsértéseket vagy előzze meg a rendőrség, vagy pedig hát szüntesse meg, vagy az ott tapasztalható jogsértések elkövetőivel a megfelelő intézkedést ezt tegye meg. Gyakorlatilag mi pontosan ezt a rendőri jelenlétet kívántuk elérni, és én azt gondolom, hogy nem csak ezzel az egy havi egy alkalommal, hanem egyébként ebben a közös gondolkodásban, ami egyébként a mindennapokra is jellemző, elértük azt, hogy láthatóan megnövekedett a három kerület vonatkozásában a közterületi jelenlét. Tehát egy picit tovább gondolnom ennél az egy havi egy akciónál az eredményeinket. Én azt gondolom, hogy ennek látható eredményei vannak a hétköznapok során is. Így gyakorlatilag nem csak az, hogy saját állományból közterületre jóval több erőt tudunk vezényelni, hanem itt azért én azt gondolom, hogy aki éjszaka járja a kerület utcáit, az láthatott ott különféle megerősítő erőket is, úgy mint lovasrendőrt, vagy pedig kutyás rendőröket.
Illetve itt azért ki kell emelni, hogy a készenléti rendőrség is megerősíti a mi mindennapjainkat is, illetve a különböző akcióinkat is az ő erőivel. Tehát én azt gondolom, hogy, és ez egyébként több fogadóórán is tapasztalható volt, hogy az akár melyik kerületben, amiről most beszélgetünk, állampolgárainak egy elvárása van, hogy a rendőrség láthatóan legyen jelen a területen, és a rendőrség hatásosan, hatékonyan intézkedjen ott, ahol jogsértést tapasztal. Én mindig, ha engem megkeresnek a kerületben lakók, és én azt gondolom, hogy a két kollégám nevében is el tudom mondani, egyetlen egy célunk van, hogy jogsértés válaszolatlanul ne maradjon, a rendelkezésre álló lehetőségekkel mindenféleképpen kezeljük azt a problémát, amely az adott körzetben, területen, kerületben hívhatjuk bárhogy, de ebbe a három kerület vonatkozásában felmerül, és én azt gondolom, hogy látható válaszokat adunk a három kerületben megjelenő problémákra, és én azt gondolom, hogy ennek az egyik megoldása az, hogy közösen gondolkodunk, és nem önmagunkat próbáljuk csak a kerület vonatkozásában megvalósítani, hanem igenis figyelünk egymásra, és egyetlen egy dolgot tartunk szem előtt, hogy a kerületeinkben élőknek a biztonságérzetét növelni tudjuk. Ahogy Kecskés kapitány úr említette, fokozott rendőri jelenlét. A lovas rendőrök nagyon szépek. Főleg a gyerekek imádják, tehát azért ezt lehet látni, de felnőttek is, meg szoktak integetni is. A mi kerületünkben is járnak, illetve a hetedik kerületben, hatodik kerületi lovas rendőrök például. Mégis azonban ennek van egy pszichológiai mélysége is. Tehát minél sűrűbben találkozik rendőrrel az ott lakó, vagy az ott dolgozó, vagy oda éppen bármilyen szándékból érkező ember, annál inkább lehet ennek mondjuk ilyen visszatartó ereje. Egyetért velem, kapitány úr? Abszolút értelemben, és azt gondolom, hogy ez irányba vagyunk mi a legmessze menekülőbbig elkötelezettek is, hogy minél inkább ezt a fajta demonstratív jelenlétet biztosítsuk. Nem azért vannak a rendőrök az utcán alapvetően, hogy polgárpukkasztási célokat szolgáljanak. Nem azért vannak, hogy egrecíroztassák az állampolgárokat. Azért vannak, hogy alapvetően biztosítsák azt a fajta rendet és biztonságérzetet, amire szükség van az élhetőbb kerületi millió megteremtése okán. A másik része nagyon fontos, hogy visszatérve egy fél gondolat erejéig csak alapvetően a bűnügyi relatíve igen vagy nem mérhető fertőzöttségre, hogy alapvetően azokat a biztonsági kockázati tényezőket tudjuk ezáltal minimalizálni, ami egyébként táptalaja lehet az olyan típusú bűnelkövetéseknek is, amit idézőbetéve utóbb már nyomozni nagyon-nagyon nehéz. Ez egy ténykérdés alapvetően, és azt gondolom, ebbe beletartozik az is, hogy minimalizálni tudjuk a fellépésünk kapcsán a sértetté közrehatás mértékét. Tudunk biztosítani egy olyan jelenlétet, ugye az együttműködéssel és a társszervek bevonásával, ami fokozott értelemben véve alapvetően a bűnelkövetésnek potenciális lehetőségét csökkenti, vagyis redukálja. És alapvetően ezek az együtthatók teremtik meg azt a fajta közbiztonságot, ami alapvetően ugye egyfajta célkitűzésként nyert megfogalmazást a kerületekkel szemben támasztva. Én azt gondolom, hogy ezen az úton mi elindultunk, még egyszer mondom, ebben vagyunk mi elkötelezettek, és alapvetően azt gondolom, hogy ebben van a tovább gondolkodás és a tovább lépésnek is a lehetősége. Én ezt nyugodtan tudom mondani, hogy ez eddig a hozzáfűzött reményeket beváltotta. És megpróbálok én egy kicsit akkor is puskázni, miután nem kérhettem önöktől, hogy itt ilyen statisztikával jöjjenek. Azt mondja, az akcióban a rendőrök 19 személy jelentettek szabálysértését, 10-zel szemben büntető feljelentést, 8 emberrel szemben közigazgatási, erre majd rákérdeznék, hogy ez mi, 10-zel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, ittasság ellenőrzésére 261 esetben került sor, ebből egyetlen egy ittas járművezető volt, ez egy csodálatos arány, ezt kommentáljuk így, és az ellenőrzés során ez az összegzés összesen 532 embert igazoltattak az akcióban résztvevők. Tehát ez jó nagy falat volt, este 9-től hajnal 4-ig 532 embert ellenőrizni, és ebből ennyi minden kiszűrhető volt egyetlen alkalommal. Ezért jogos az, amennyiben önök gondolkoznak, hogy ezt mindenféleképpen tovább és tovább kell csinálni. Nyilván ebben eddig is partner volt a BRFK, akkor továbbra is az lesz, illetve a Polgári Szervezetek Szövetsége. Gondolom a továbbiakban is, ha lesz még ilyen, akkor ezt ugyanúgy együtt fogják csinálni.
Én azt gondolom, hogy fogunk még erről sokat beszélni, de még van időnk a... Azt tudom, hogy ez hosszú munka. Az is tudom, hogy mint bármilyen akár kreatívnak nevezhető munkánál nagyon sok gondolat kell, nagyon sok ötletelés kell. Nem is akarnak itt megállni. Merre felé vihető ez még? Azt tudni kell, hogy mi napi szinten beszélünk egymással, napi szinten találkozunk, napi szinten egyeztetünk, amire utaltam gyakorlatilag azokat az új területeket mindenképpen leegyeztetjük egymással, ahol reagálnunk kell. Én tulajdonképpen mi a 6. kerülettel együtt adjuk a bűnügyi technikai szolgálatot is, tehát a bűnügyi helyszínelői munkát is közösen csinálja ez a két kapitányság. Visszatérve a nagy akcióra gyakorlatilag, Kecskés úr már utalt rá, hogy azért ezt ketté kellene választani a napi együttműködésünktől. Az, hogy demonstratív jelleggel időről időre megjelenünk frekventált területeken, ezen túlmenően mind a hárman elkötelezettek vagyunk abban, hogy a csütörtöktől vasárnapig terjedő időszakban, ami most ugye megint fokozottabb odafigyelést fog igényelni, gyakorlatilag egy mindennapos jelenlétünk és mindennapos együttműködésünk lesz. A közterületfelügyelet a következő nagy akciónkban részt vesz már mind a három kerületben a közterületfelügyelet is, és ugye a közterületfelügyelők által szankcionálandó közterületi jogsértéseket, akkor speciálisan a szemetelést, a szórakozóhelyek előtt a dohányzást fogják ők felügyelni. Úgyhogy a tovább gondolkodás ebbe az irányba megy, hogy megtartjuk a nagy razziát, illetve a csütörtöktől vasárnapig terjedő időszakra pedig gyakorlatilag napra kész együttműködésünk lesz, aminek az is lesz a lényege, hogy gyakorlatilag, ha valamelyik kerületben, ebben az időben, főként az éjszakai órákban nagyobb rendőri jelenlétet igénylő esemény történik, akkor gyakorlatilag percek alatt a három kerületnek az állománya összevonható, és nagyon gyorsan meg fogunk tudni jelenni az adott helyszínen. Ez az önök elhatározásán múlik, vagy kell hozzá valamilyen engedély? Ez a mi elhatározásunkon múlik, ez egy alulról jövő kezdeményezés, és gyakorlatilag ennek a kezdeményezésnek a realizálásakor mindig figyelembe tudjuk venni a három kerületnek a sajátosságait, és ahhoz igazítjuk a megoldást. Gyakorlatban ezzel képzelhető úgy, hogy ezt megtetszett említeni a technikai eszközök közös használatát. Tehát ezt értsük úgy, hogyha valami például nálunk a 6. kerületben nincs, akkor az 5. kerülettől vagy a 7. kaphatunk? És akár szakember rendőr kollégával együtt, persze, kapitány úr? Ezt nagyon jól látja. Ebbe is gondolkodunk, hogy amink van, azt közössé tesszük. Egyébként erre nagyon jó példa volt a legelső akciónknál, amikor a 5. kerület területén volt a kis úr által említett csoportos rablás, azt a 6. kerületi bűnügyi technika helyszínelte le, mert ugye azért ez egy helyszínköteles bűncselekmény volt. Mikorra terveznek egy ilyen hasonló fokozott ellenőrzést? Önökön múlik, vagy és a BRFK-val közösen szervezik, vagy a BRFK múlik, és akkor önök szervezik? Semmi olyat nem teszünk, amit nyilván előjáróink nem tudnak, tehát ez természetesen van nekünk egy jelentési kötelezettségeink. Azt tudom csak elmondani, hogy február hónapban is megtartjuk. Azt engedje meg nekem, hogy a pontos dátumot még ne áruljam, mert az legyen meglepetés mindenki számára. Én azt gondolom, azért ugye az egészre igaz érvénnyel, hogy jó érzésű állampolgároknak nem kell tartani, illetve a szórakozni a kerületekbe érkező állampolgároknak nem kell félni a rendőri jelenléttől. Mi nem ellenük, hanem értük vagyunk, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a mi filozófiánkban kizárólag a szolgáltató rendőrség fér bele. Tehát tőlünk csak és kizárólag annak kell tartani, akármilyen létszámban vagyunk jelen egy adott területen, akinek van félnivalója, de az féljen is, én úgy gondolom. Reméljük annak, akinek félnivalója van, annak, illetve azoknak a száma az folyamatosan csökkenni fog, hiszen mindhármuknak ez a célja, illetve szerintem az összes többi rendőrkapitánynak, illetve rendőrnek, vagy felsővezetőnek is ez a szándéka. A mi szándékunk pedig az, hogyha egyetértenek velem, akkor legközelebb is tisztelettel várjuk önöket itt a stúdióban. Most köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és önöknek is tisztelettel köszönöm a figyelmüket.